Szerda délután adták át az idén 35 éves felújított százszor szép tagovodát. Az ünnepélyes átadón, ahol jelen voltak az ovisok, a szüleik és a nevelőik, Horváth Négelet a Mária intézményvezető, Fenyves Dezső kivitelező és Harda Attila önkormányzati képviselő köszöntötte a kicsiket és nagyokat. Az Innsbruck város önkormányzatának mindig nagyon fontos volt, hogy az óvodásoknak megfelelő ellátást biztosítson és a megfelelő körülmények közt. Hát most erre látunk egy példát, ugye itt több játszóeszköz is kihelyezésre került, valamint most ugye több óvodában kerestük a lehetőséget, hogy hogyan lehet, és amint volt ilyen, azonnal rámentünk csúnya szóval ezekre a lehetőségekre, és így sikerült az óvodákat, többek között a százszor szép óvodát is felújítani, és itt teljesen más, modernebb, egy sokkal újabb, kellemesebb környezetben jöhetnek dolgozni is a dolgozók, illetve a gyerekek is. Az intézményben nem csak külső, hanem belső átalakítások is megvalósultak. Többek között megújultak a falak, a tetőszerkezet, kicserélték a nyílászárókat, és új hőszigetelést is kapott az épület. Felújították a fűtési rendszert, a tűzjelző hálózatot, és napelemes rendszer kiépítésére is sor került. Vegyes érzésekkel dolgoztunk, ugye izgatottak voltunk, hogy milyen lesz. Nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, az óvónénik nagyon lelkesen, a Daduska nénik is szintén. Nagyon nagy köszönet a szülőknek is, hogy ilyen toleránsan fogadták ezt az egész folyamatot, segítették a munkánkat, azzal, hogy a gyermekeiket bátorították a másik óvodában, hogy ott is ugyanolyan jól érezhetik magukat, és most, hogy az új helyen is ugyanúgy szeretetteljes környezet veszi őket körül, de ugyanakkor jöttek nekünk segíteni az óvoda rendbetételében, nagyon lelkesen, és nagyon nagy összefogással dolgozott itt mindenki. Tehát mindenkinek csak köszönetet tudok mondani ezért, hogy ma itt állhatunk, és ünnepelhetjük az óvodánkat. Amit még nagyon szeretnék elmondani, az az, hogy a programunkban szerepel ugye a környezettudatosságnak a kiemelése, illetve az ökoszemléletnek a alakítása a gyermekeknek, gyermekeknél. Ugye ennek vagyunk most részesei ezzel a fa és virágültetéssel kapcsolatban, és az épületünk is tulajdonképpen zöld energiát kapott, tehát a programhoz maximálisan kapcsolódik minden. A köszöntők után a gyerekek műsort adtak elő, majd a születésnap alkalmából minden csoport ajándékot is kapott, amit Horváth Négelet a Mária és Harda Attila adtak át az apróságoknak. Az átadó ünnepség alkalmából a szalag átvágásában Szitka Péter polgármester is segédkezett. Az ünnepségeket követően az óvodások, a szüleik és az óvodapedagógusok segítségével csoportonként egy fát és gyermekenként egy virágot ültettek, így téve még szebbé az intézményüket.